Ada tua do curom os ileti. Lulon segina che hei vecciori. December 4-én tartotta meg hivatalos megnyitó ünnepségét a Napsugár Baptista bölcsöde. Az Árpád utca 12 szám alatt működő újépítésű, modern felszereltségű bölcsöde két csoportszobával, összesen 28 férőhellyel várja a gyermekeket. A rendezvény kapcsán Bacsó Benyámin, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió gyermekjóléti és köznevelési vezetője nyilatkozott televíziónknak. Megnyílik a Napsugár Baptista bölcsőde itt a Püspökladányban, ez óriási öröm a mi számunkra. Nagyon megtisztelő, hogy elfogadta a meghívásunkat polgármester úr, országgyűlési képviselő úr, dr. Kon Zsófia, parlamenti államtitkár asszony, és nagyon köszönjük azt, hogy itt lehetnek azok a családok és szülők is, akik igazából birtokba veszik majd ezt a bölcsődét. Úgyhogy várunk tulajdonképpen ide, nem csak olyanokat, akik bármiféle mondjuk ünnepi alkalomra jönnek, hanem azokat is várjuk, akik majd a hétköznapokba fogják használni ezt a bölcsődét. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 4 településen hoz létre bölcsődei férőhelyeket. Ezek közül az egyik éppen itt Püspökladányban van, aminek a megnyitójára készülünk is. Ezen kívül Pest megyében 3 településen nyílt, vagy fog megnyílni új bölcsődei férőhely. Az egyik ezek közül Szada, amelyik már megnyílt, az első bölcsődénk volt, a második a Erdőkertes, és most a harmadikra készülünk Pest megyében, ami a negyedik lesz összesítésben, ez pedig Ecseren fog a következő évben megnyílni. Mindegyik bölcsőde, mindegyik tagbölcsőde, de 28 férőhelyel várja a gyermekeket, és az a reménységünk, meg az a vágyunk, hogy ezáltal segítsünk a családoknak, az anyukáknak visszatérni a munkaerőpiacra, miközben a saját gyermeküket egy nagyon biztonságos és gondoskodó közegben tudhatják. Bacsó Benyámin elmondta, az új bölcsivel kapcsolatban jók a visszajelzések a szülők részéről. Folyamatosan érkeznek azok a családok, akik még szeretnének bekerülni ebbe a bölcsődei családban, nagy közösségben, és még van néhány férőhelyünk, úgyhogy az ő számukra ez egy jó hír, hogy néhány gyerkőc számára még tudunk helyet biztosítani, de ezt el tudom mondani, hogy hamarosan megtelnek ezek a helyek. Amit még fontos tudni, az az, hogy a visszajelzések tekintetében eddig nagyon pozitív a visszajelzés. Ez általában nyugodtan mondhatom, hogy 3 dologra vonatkozik, az egyik az, hogy a munkatársak nagyon jól képzettek, és nagyon jól állnak azokhoz a családokhoz, gyermekekhez, akik beérkeznek ebbe a bölcsibe. A másik ilyen nagyon pozitív visszajelzés az a környezetre szokott érkezni, hogy ez egy nagyon családias, kifejezetten jól funkcionáló épület. A harmadik pedig az utóbbi időszakban ilyen visszajelzések is érkeznek, miszerint a családok egészen jó közösséget is képesek alkotni, és a szülők, anyukák, apukák egyfajta ilyen bölcsis közösségé igyekeznek alakulni. Igyekszünk szorosan együttműködni a helyi baptista gyülekezettel, hiszen ez is egy baptista bölcsőde, és az a reménységünk, hogy a gyerekek és a családok, akik ide beérkeznek, nem csak megfelelő szakmai segítséget kapnak, hanem olyan értékeket, amelyekhez hosszú időn keresztül lehet kapcsolódni, ilyenek a hitünk értékei nekünk baptistáknak. Az eseményre Bodó Sándor országgyűlési képviselő meghívására ellátogatott dr. Konz Zsófia családokért felelős államtitkár, aki beszédében kihangsúlyozta, a bölcsődei hálózat fejlesztése alapvető fontossággal bír a szülők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése, ezáltal a munka és a család közötti egyensúly megteremtése szempontjából. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszióról hadd szóljak már néhány szót, mert szeretném kifejezni a köszönetet és a magyar kormánynak is a köszönet nyilvánítását, hiszen közel 15 éve működnek, nagyon fontos alapelveket tűztek ki maguk előtt, az alázat, a bizalom, a tisztelet, empátia és szakmaiság ennek jegyében dolgoznak. És az a helyzet, hogy számos területen fenntartóként ott vannak, és részt vesznek az emberek nagyon fontos mindennapjait érintő kérdésekben. Ilyen területek a szenvedélybetegellátás, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a nevelőszülői hálózat, a fogyatékossággal élő személyek nappali ellátása és a bölcsöde és az óvodai nevelés. Ennek keretében alapvetően a kormány támogatásával több projektet megvalósítanak, ugyanis
4 új bölcsödét építenek, illetve már építettek, 3-at Pest vármegyében, és 1-et itt Püspökladányban, amit ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönünk, hiszen a magyar családpolitikának 3 fő területe van. Egyrészt igyekszünk a családoknak az anyagi helyzetén folyamatosan javítani. Ennek keretében egyébként szeretnénk ugye most a családi adókedvezményt megduplázni, ez egy fontos dolog, egy fontos irány. A másik az otthonteremtés kérdése a fiataloknak, ez nagyon fontos kérdés családalapítás előtt, hogy hol fogják elkezdeni az életüket. Úgyhogy alapvetően 2015 óta a csokkal, meg utána falusi csok és számos intézkedéssel ezt a területet igyekszünk segíteni. És a harmadik fő terület az pedig a munka és a család közötti egyensúly megteremtés. És ennek azt gondolom, hogy az egyik fő sikertörténete az a bölcsödei hálózat fejlesztés. Nagyon sokat léptünk itt előre, hiszen 2010-ben mindössze 32.500 darab férőhely volt az országban, és most már több mint 68.000 férőhelyről beszélünk. És ami még inkább szembetűnő, az a település szám, hiszen 3,5-szer annyi településen van ma már bölcsöde, mint 2010-ben volt. Ez nagyon fontos, mert nekem az a tapasztalatom, hogy amikor fiatalok gondolkoznak azon, hogy hol fognak letelepedni, akkor ez egy nagyon kiemelkedő szempont, hogy bizony van-e bölcsöde, van-e elegendő férőhely. És azért itt a vármegyén belül is azt tudjuk mondani, hogy 2010-ben Hajdú-Bihar vármegyében 22 településen volt bölcsödei ellátás, most pedig 57 településen, tehát több mint a kétharmada a településeknek már most rendelkezik bölcsödékkel, és ez egy fontos dolog. Nyilván folyamatosan fejlesztünk, tehát csak az elmúlt egy évben 5000 új férőhelyet tudtunk elindítani, illetve 100, nagyjából 100 településen, ahol korábban nem volt bölcsöde, bölcsödét tudtunk megnyitni. De ugye ez az infrastruktúrának a fejlesztése, ami nagyon-nagyon fontos, és nyilván kell, hogy legyen egy hely, ahol a gyermekeink vannak, de szerintem ennél sokkal fontosabb az, hogy nyilván fantasztikus szakemberek dolgoznak ezekben a bölcsödékben. És én akárhol járok, tényleg az a tapasztalatom, hogy ugye helyiek dolgoznak, ismeri a szülő is azokat a szakembereket, akik itt vigyáznak a gyermekeinkre, és szülőként szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és olyan szeretetben, gondoskodásban, biztonságban lehetnek a gyermekeink, amely a legfontosabb kérdés egy szülő esetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Püspökladányban is ez egy nagyon fontos szempont, polgármester úrral is beszélgettünk erről. Azt tudjuk elmondani, hogy itt a városban ugye 48 férőhelyes önkormányzati fenntartású bölcsöde működik. Ehhez jön hozzá ez az újabb fejlesztés, ugye 2 csoportszobával 28 férőhelyről beszélünk. Így most már 76 bölcsödéskorú kisgyermekről tudnak gondoskodni a városban. Tehát alapvetően 10%-kal növeltük azt a számot, amely eddig elérhető volt a kapacitásokat tekintve, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hír a 3 éven aluli gyermeket nevelő családok számára. Bodó Sándor országgyűlési képviselő beszédében elmondta, ma már alapvető igény a családok részéről, hogy egy település a 3 év alatti gyermekek számára is biztosítani tudja a megfelelő felügyeletet. Amikor polgármester lehettem 2006-ban Sárét udvariban, akkor újra nyitottuk a bölcsödét. Ez volt az első projekt, amit polgármesterként sikerre tudtam vinni nyilván segítőimmel, az akkori képviselőtársakkal, hivatali dolgozókkal, és lehet, hogy ez is valamilyen szinten sorszerű volt, hiszen azóta azt tudom mondani, hogy jó néhány kedves emlékkel gazdagodott ez az első. És hát, ha végig gondoljuk, hogy egy bölcsöde építésnek mi az alapja, valóban így van, kell egy épület, ami tulajdonképpen nem tűnik olyan bonyolultnak, pedig az. Azokban az időkben a politikai ellenfeleink azt gondolták, hogy a bölcsöde finanszírozás az ilyen totális költségvetési hülyéskedés, tehát arra nem nagyon kéne pénzt adni, mert hogy a családok oldják meg a gyermekekre való gondoskodást. Hát viszonylag hamar kiderült, hogy ez totálisan zsákutca, és hát sikerült ezen fordítani, és tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy olyan mérföldkő volt, ami
politikai szerepvállalásunkban, ami szinte valamennyi településen látható eredményt hozott. Mert hogy nem csak Sárétudvariban, hanem jó néhány más településen is a választókerületünkben új bölcsödék épültek, mini csoportok jöttek létre, és ez valahogy egy igazán szívet melengető dolog. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan is képzeljük el a jövőt, néha hajlamosak vagyunk olyan általánosságokban fogalmazni, hogy majd a következő generáció, meg rakjuk le az alapokat, pedig hát a lényeg az valahol a tényleges intézkedéseknél kezdődik, és amikor mondjuk Bárándon megnyitottuk a mini csoportot néhány évvel ezelőtt, köszöntelek polgármesterről, és köszönöm ezt a munkát, vagy Sárétudvariban megnyitottuk, és most bővítjük, polgármesterről szintén itt van velünk, ezek mind-mind tényleges, gyakorlatias intézkedések voltak, olyanok, amelyek a családoknak segítséget jelentettek. És hát ha már itt vagyunk Püspökladányban, ne hagyjuk ki magunkat sem, hiszen azért itt egy, hát hogy is mondjam, kicsit döcögős top projektet hoztunk vissza a valóságba, ahol bölcsödeépítés, óvodabővítés egyaránt szerepelt ebben a kiírásban, és meg is valósult. Vagyis azt tudom mondani, hogy a térségünkben ezek szerint elharapódzott a bölcsödeépítési láz, a hangulat, és még bőven mondhatom két jelenlegi építkezésünket is, egyrészt Sárétudvari, már említettem, másrészt Hajdúszaváton, ahol azért nem könnyű az élet, egy több mint 400 millióból épülő bölcsöde van folyamatban, de hát az egyházi szerepvállalás is jelen van a választókerületekben, nem csak Püspökladányban, hanem például Egyeken a katolikus testvérek működtetik a bölcsődét. Szóval itt ez a dolog, ez számomra egy ilyen alaptézis, hogy amikor a jövő generációról beszélünk, meg a nagy lépésekről, akkor megtesszük ezeket az egyébként nagy lépéseket, de alapokat, hogy a településeken tudjuk biztosítani 3 év alatti korosztálynak a tényleg minőségi, szakmai, és még sorolhatnám a jelzőket, felügyeletet. A rendezvényen Varga László Ottó, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára osztotta meg ünnepi gondolatait a megjelentekkel. Miben más egy egyházi fenntartású intézmény? Hogyha tulajdonképpen függetlenül attól, hogy milyen fenntartás van, azok, akik itt dolgoznak és küldetésük van, ők azt hiszem, hogy mindent beletesznek és minden energiájukat abba fektetik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. És ugye arra jutottam, hogy ha az emberi oldalt nézem, lehet, hogy ez furcsán fog hangzani, amit mondok, abban nincsen különbség. Hiszen teljesen mindegy, hogy valaki milyen, vagy hogy áll most éppen az Istennel való kapcsolatban. Én úgy szoktam mondani, hogy vagy már Isten hívő, vagy még nem Isten hívő, de ez nem jelent, tehát ő, mint ember, azt gondolom, hogy függetlenül ettől ugyanazt akarja beletenni. Viszont az, hogy az Isten rajtunk keresztül, hogyha mi kapcsolatban vagyunk az egyik az Istennel, hogy ő mit tud rajtunk keresztül végezni, na ebben van igazából különbség, de ez nem a mi érdemünk. Igazából mi csak egy csatorna lehetünk ebben. Vadász Ferenc polgármester elmondta, örül annak, hogy immár 2 bölcsöde működik Püspökladányban. Nagyon nagy öröm egy ilyen eseményen részt venni, hiszen ami is most rövid idő alatt kinőtt a földből, az mindenféleképpen elismerésre érdemes és méltó, úgyhogy gratulálok a megvalósítóknak, az alapgondolatnak is, hogy legyen itt egy bölcsőde, és ennek Püspökladány adjon otthont. Emlékszem rá, amikor ez a testület elé került, nem is olyan régen, akkor örömmel mondtunk igent erre a kezdeményezésre, hiszen tudtuk azt, hogy nagyon nagy a várólista, hiszen a mi kis 28 fős férőhelyes bölcsődénkre ráfért a bővítés. Ez el is indult, hát nem kevés kisebb és nagyobb döccenővel, de azért mégis megvalósult idén, de mit ad Isten, azért mégiscsak kinőtt a földből ez a bölcsőde, aminek nagyon örülünk, szerintem biztos, hogy lesz rá igény, hiszen gyarapodjon a magyar nemzet. És ha már a nemzetről beszélünk, és a gyerekekről, akik a szemünk fényei, fontos megjegyeznem azt is püspökladányiként, hogy Püspökladányban egészen a bölcsődei neveléstől kezdve, egészen a gimnáziumi nevelésig, oktatásig minden feltétel adott. Én ezt számos alkalommal elmondom, hiszen most aktualitása van ennek a témának.
De valóban nagy öröm részt venni egy ilyen eseményen, és ha már Püspökladány polgármestereként kaptam szót, azt azért szeretném elmondani, hogy mi is igyekszünk ösztönözni a gyermekvállalást, a kormányzati intézkedések és a családtámogatási rendszer az mindenféleképpen példás, és bárcsak sokfelé követnék Európában. De mi is igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy megbecsüljük a családokat, és a gyermeknevelésre ösztönözzük a családokat. Ilyen például az újszülöttek támogatása. Ezt a 2024 évi költségvetésünkben megemeltük duplájára, és most a jövő héten megtartandó testületülésen ismét hozzányúlunk ehhez a rendeletünkhöz, amellyel biztos vagyok benne, hogy megszavazza a testület. Az fog történni, hogy alanyi jogon fog járni az újszülötteknek, minden egyes újszülöttnek egy 40 ezer forintos támogatás. Ha már Mikulás előtt vagyunk néhány nappal, azt is fontos megjegyeznem, hogy az önkormányzat gondoskodik arról évek óta, hogy minden gyermek Püspökladányban Mikulás csomagot kapjon. Ezt a napokban, azt hiszem a mai nap szállítottuk ki az óvodába és az iskolákba és a bölcsődébe, és a 0-3 éves korosztály is természetesen megkapja a Mikulás csomagokat, erre is megvan a tájékoztatás, ezt a művelődési házban vehetik át a kedves szülők a gyermekek után. És hát ha már az advent időszakában vagyunk, nagyon fontosnak tartom azt is elárulni, hirdettük mindenféle felületen, hogy december 15-én a város egy püspökladányi adventi rendezvényt szervez, egy egész napos, régen volt ilyen, nagyon régen, úgyhogy feltett szándékunk, hogy ezt a fajta közösségi pezsgést visszahozzuk Püspökladányba. Nagyon vevők rá az emberek, nagyon várják ezeket az alkalmakat, hogy találkozzanak egymással, emberek emberekkel, civil szervezetekkel, tehát a közösségek összehozása nagyon fontos és kiemelt célunk a jövőben is. Mille Ferenc, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió elnöke is felszólalt. Lényeg a lényeg, hogy most itt vagyunk, és egy gyönyörű szép épületben egy értékteremtő beruházást tudunk átadni. Ebben a pályázatban mi 1,4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk a helyreállítási és reziliencia alapból, 100%-os visszanemtérítendő támogatást, amelyet ezúton is köszönünk a kormányzatnak, hogy méltónak találtak bennünket arra, hogy egy ilyen pályázatot benyújtsunk és megvalósítsunk, és hogy mint ahogy ezt már sok körben megfogalmaztam, ugye itt ez a harmadik bölcsődei átadó, Szada erdőkertes Püspökladány és Ecser, ezen a négy településen fog 28 fő, tehát összesen 112 férőhely jön létre bölcsődei férőhelyként. Azt sok helyen megfogalmaztam már, hogy nekünk célunk az, hogy jó együttműködésben legyünk mind a településekkel, mind a polgármesterekkel, képviselőtestületekkel és a kormányzattal. Szeretnénk stratégiai partnerek lenni, köznevelés, közoktatás, szociális és gyermekvédelmi ügyekben. Én azt is elmondanám, hogy vannak új felkéréseink és vannak új pályázataink. Tehát gyermekvédelem tekintetében Boldog Gyermekkor néven nevelőszéli hálózatot működtetünk, amiben most 510 gyermek van, és pontosan az elmúlt évben kezdtünk el azon dolgozni, hogy országos szintre vigyük ezt a hálózatot, úgyhogy most már országos szinten zajlik a toborzás. Fülöp Attila államtitkár úrtól nemrégiben felkérést kaptunk arra, hogy gyakorlatilag gyermekotthont hozzunk létre, ezen is nagy örömmel dolgozunk, illetőleg van kettő olyan topos projektünk, amivel családok átmeneti otthona fog létrejönni, ez tervezés, kivitelezés, melyik milyen fázisban van, Gyomaendrőd és Ózd települések. Úgyhogy azért vagyok furcsa helyzetben, mert életem első 18 évét itt töltöttem. Innen indult az elhívás, ahogy így baptista körökben mondjuk, hogy nekem valami feladatom van, és nem közgazdászként kell dolgoznom, hanem valami más területen kell értéket teremtenem. És itt indult Püspökladányba azok az első szolgálatok, azok az első szolgáltatások, ami később alapjai lettek a baptista tevékeny szeretett missziónak, ahol mondhatom azt, hogy most már országos szinten dolgozunk, országos szinten
körülbelül 300 településen nyújtunk valamiféle szolgáltatást, 1500 főállású kollégával dolgozunk, és közel 20 ezer ember, akivel napi szinten, akinek részére napi szinten valamilyen értéket teremtünk. Úgyhogy mindezt tesszük a Baptista Egyház belső egyházi jogi személyeként, és én bizakodóan nézek a jövő irányába. Anabaptista elején 500 éve jelentek meg itt a Kárpát-medencében, tehát gyakorlatilag 500 éve a baptizmus itt van Magyarországon, úgyhogy jó reménységgel tekinthetünk időben előre, hogy a következő 500 év is meg lesz. Nyilván ebből nekünk csak egy picike részünk lesz, de azt is szoktam mondani, hogy nekünk most kell végiggondolni azt, hogy az, amit letettünk az asztalra, és nyilván az én mondjuk úgy, hogy életművem egyik része a baptista tevékeny szeretett misszió. Most kell végig gondolni azt, hogy mit kell nekem ma tenni, milyen döntéseket kell hozni, hogy ez 100 év múlva is működjön, meg 200 év múlva is működjön, meg sokáig működjön. Úgyhogy én köszönöm a kormányzatnak azt, hogy ebben az értékteremtő munkában partnerként tudunk részt venni, és azt is elmondom, hogy szeretünk és tudunk dolgozni, ez minden kollégám nevébe mondom, úgyhogy ha feladat van, akkor nyugodtan lehet ránk gondolni, nem fogunk elugrani, nem a kifogásokat fogjuk keresni, hanem a megoldásokat, és az elmúlt 20 év nekem azt mutatta meg, hogy ezeket a megoldásokat meg is találtuk, úgyhogy bizakodom benne, hogy a jövőben is meg fogjuk őket találni. A Napsugár Baptista bölcsőde megnyitó ünnepsége ünnepélyes szalagátvágással ért véget. Köszönjük a biztosítót. Köszönjük. Köszönjük.